Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. 19. alkalommal rendezi meg október első hétvégén a Vörösmarty Társaság Székesfehérváron a határon túli irodalom napjait. Október 5-én, 6-án és 7-én lesz a remek rendezvény. Vendégem Lukácsi József, a Vörösmarty Társaság alelnöke. Közíróként kérdezlek, tisztelettel köszöntelek, hiszen ebben rendkívül fontos szerep hárul majd rád. Én gyorsan elmondom a programot, hogy aztán a tartalmi rész kerüljön előtérbe. Tehát a megnyitó 5-én lesz 15 órakor a Vörösmarty Társaság termében, a Kossuth utcában, hagyományos módon. Aztán a témákkal kapcsolatos előadások következnek majd. 7-kor azt hiszem, hogy ez egy csoda pillanat, hiszen régóta várunk rá, Sobor tanár úr remek regényéből, a Perej uramból Román Károly írta a színpadi adaptációt, és ennek lesz a bemutatója a Vörösmarty Színházban. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon várjuk, hiszen két csodálatos ember nagyszerű művét láthatjuk Szikora János rendezésében. Október 6-án a Nemzeti Gyásznapunkon Kápolnásnyéken lesz a Halászkastélyban egy előadás sorozat, ahol Békés Márton főszerkesztő, illetve Elsimon László országgyűlési képviselő, irodalmár barátunk segítségével bemutatják a Kommentár című közéleti és kulturális folyóiratot. 7-én az utolsó napon pedig szintén előadások lesznek, tehát vasárnap a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai dísztermében Vári Fábián László és Bobori Zoltán zárja majd a remélhetőleg nagyszerű tanácskozást. Viszont ennél a felsorolásnál talán fontosabb a tartalom, amiről beszéltünk, hiszen amikor én beleolvastam, én azt gondolom, hogy soha nem volt nagyobb szükség, hogy ezeket az alapvetéseket megbeszéljétek, megbeszéljük, végighallgassuk, hozzászóljunk. Mondanám is, az európai anyaország és kárpát-medencei magyar identitástípusok, nemzeti önazonosságunk tükröződése a kortárs magyar irodalomban, és itt akkor nyugodtan az identitás fogalmáról, az európai identitást meghatározó kultúra és korszellemről az európai történelem tükrében kell, hogy beszéljünk, mint aztán a határon túli és a kisebbségbe került magyarok identitásairól, illetve önmagában a nemzeti önazonosságról. Kezdjük az identitás fogalmával. Miként vélekedsz arról, hogy ez a szó gyakorta most előkerül? És úgy tűnik, hogy már bulvárosították, holott szó sincs erről. Hát mindenképpen fontos először a fogalmat meghatározni. Az, hogy ez a kifejezés, az identitás vagy önazonosság mostanában gyakran említésre kerül, az elsősorban az európai eseményeknek tulajdonítható, azoknak az eseményeknek, amelyeknek tulajdonképpen 2015 nyarától, őszétől vagyunk szemtanúi, és ami hát a migrációs kérdésekkel kapcsolatos. Az identitás az tulajdonképpen egy alapvető módon egy tudományos, pszichológiai, szociálpszichológiai fogalom volt, amit aztán a társadalomtudományok és a természettudományok a saját maguk szempontjai szerint betraktáltak az elmúlt évtizedek során. Minden esetre két tartalma is van. Az egyéni identitás az a fiatalabb éveinkben alakul ki, és inkább a fizikai, biológiai tulajdonságainkon alapszik, és a később éveinkben alakul ki az úgynevezett személyi identitás, ami már a szellemi, intellektuális tulajdonságainkkal kapcsolatos. És hát ebben már látszik az, hogy az identitásban egyrészt szerepe van az öröklődésnek, és az élet folyamán szerzett tulajdonságuknak, tehát a genotípusnak és fenotípusnak, és ez tulajdonképpen egy narratíva, az identitás, egy elbeszélési mód, ami az önmagunkról kialakított képet tartalmazza, de tartalmazza a közvetlen társadalmi környezetünkben levő
emberek rólunk kialakított képét is. Tehát egy ilyen összetett fogalom, ami egyben mutatja azt, hogy folyamatosan mindig van egy közösségi társadalmi kapcsolatokkal fémjelzett vonulata is az egésznek. Nagyon fontos a kialakulásában az, hogy milyen életmintát látunk, nagyon fontos az, hogy milyen nevelésben és oktatásban részesültünk a családban és a tanintézményekben, amelyekben jártunk. Nagyon fontos, hogy mit tanultunk, és mindig az identitásnak kell tartalmaznia az illető közösségünknek a történelmi, művelődés történeti, kulturális és a hagyományokkal kapcsolatos elemeit, tartalmait. Tehát ez az alapvetés. Akkor most menjünk, kitekintsünk ki az öreg kontinensre. Nézzük meg azt a korszellemet, azt az identitást, ami mostanság a Európát jellemzi. Nyilvánvaló, hogy a történelmi tükörben kell ezt vizsgálnunk. Hát ugye a görög kultúra, a római jog és a keresztény értékek fundamentumán kialakult 2000 éves Európának volt és van mindig a történelmi eseményekkel párhuzamosan kialakuló, egyre több szegmens tartalmazó identitás alapja, vagy tartalmi alapja, ami most az elmúlt évtizedekben, és főleg most az elmúlt években az említett események miatt megrendülni látszik. Ugye Európával kapcsolatosan mindig az európai kultúráról és az európai korszellemről szoktak beszélni. Ugye ez a korszellem mindig az irodalom, a művészetek által létrehozott legmagasabb léptékű irodalmi, történelmi, művelődés történeti hagyományainkat tartalmazza. Tartalmazza a keresztény értékek alapján létrejött erkölcsöt és morális mitoszt, tartalmazza az alkotmányos monarchiák, illetve az európai köztársaságok plurális társadalmának a jegyeit, vagyis az egyéni és kollektív jogoknak az érvényesülését, a társadalmi szolidaritást és a gazdasági és nemzeti függetlenséget. Ez az identitás vagy korszellem kezd az elmúlt időben megkérdőjeleződni, és úgy is lehetne mondani, hogy egy kicsit a normalitástól az abnormalitás felé kezd eltolódni, mert bizonyos nagyon régen kialakult identitás elemeket, a nemzeti identitásunkat, a családi identitásunkat, a nemzetiségi identitásunkat, a nemi identitásunkat bizonyos értelemben, bizonyos események, bizonyos irányzatok megkérdőjelezik, és egy olyan irányban tolódik el, ami hát semmiképpen sem természetes, és semmiképpen nem normális. Ennyit értek. Tekintsünk ki, én azok közé tartozom, és egyre többen vagyunk, hála Istennek, zömmel ilyen emberek élnek Magyarországon és határunkon túl is, akik azt mondják, hogy Trianonnal nem szűnt meg a magyar identitás semmiképpen sem. Erről így gondolkodnak nagyon is jól tudjuk Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Burgenlandban, mindenütt szerte a világban. Viszont a kisebbségbe szorult magyar honfitársainkat ebben az értelemben nagyon kell nekünk segíteni, hiszen a magyar kultúra megőrzésénél jelen esetben, jelen pillanatban nincs fontosabb. Ezért a kormány gondolom, hogy nagyon sokat tett már mindez idáig. Nagyon sokat teszünk mi, akár itt Székesfehérváron, hiszen lásd-lásd, a Vörös Marti Társaság ezen rendezvényén már a 20. lesz rövidesen, a 19. már felnőtt korú, és esztendőről esztendőre bizonyítja, hogy ez a legfontosabb feladatunk. Tehát akkor egy kicsit beszéljünk a határon túli magyar barátaink identitásáról, arról a válságról, ami jellemezte ezt a kérdéskört? Hát, azt lehet elmondani, hogy ugye a Kárpát-medencei magyar identitásnak vannak olyan vonatkozásai, vannak olyan jegyei, amelyek érvényesek a Kárpát-medencében bárhol, ahol magyarok élnek. Ha csak annyit mondok, hogy
őseink keletfelől, Ázsiából kezdtek nyugatfele vándorolni, valószínűleg türk eredetű népekről van szó, akik az ottani tudást, az ottani akkori életformának, életmódnak a szabályait, az ottani szokásrendet magukkal hozták, és mikor a Kárpát-medencébe eljutottak, avval, hogy Szent István a kereszténységet tulajdonképpen felvette, és az alattvalója, időzőjelben mondva, oktrojárta, avval már a magyarságot tulajdonképpen Európa nyugati feléhez, a kereszténységhez kapcsolta. Tehát mind a kétfajta műveltséget tulajdonképpen a legrégebbi történelmi időktől kezdve ez a népesség a magáénak tudta. Nagy jelentősége van ebben a Szent Krónának, aminek önmagában is szakrális, megszentelő jellege van, és nagy jelentősége van annak, hogy vannak olyan tulajdonságaink, amelyek mindenütt egyformák. A transzcendensnek a jelentősége, a balsorsunk miatti tragikus életérzés, az anekdotázó stílus, a jóborok mellett anekdotázás, de ugyanakkor világmegváltó gondolatokkal való foglalkozás. De ha a történelmünket említik, akkor az elkomorodás, a szomorú nótázás, vagy a legtragikusabb hangvételű balladáknak az engedezése. Tehát ez mindenütt egyforma. És ez az egyforma és mindenkire jellemző identitás a Kárpát-medencében a határon túli magyar részeken kiegészítődik azokkal az elemekkel, amelyek az ottani mindenkinek a saját maga helyén kisebbségi sorsából származnak, vagy annak tulajdoníthatók. Ugye, ha csak annyit mondok, hogy Trianon után Erdélyben, ugye említhetem a Kós Károly, Április Lajos, Kunca Ladár nevével fémjelzett transzhumanizmust, az erdélyi gondolatot, ami nem csak a természeti szépséget jelenti, hanem egyben egy mentalitást és egy világnézetet jelent. A felvidéken, ugye ismerjük nagyon sokan Ludwig Emilt, aki a felvidéki műemlékek és templomoknak a krónikása, több mint 800 helyszínt írt már le, aki felvidéki származású, és aki az utóbbi időben egyfajta felvidékiséget emleget annak kapcsán, hogy a felvidéki kastélyukat, uradalmi házakat történelmi családoknak a sarjai hozták létre zömmel. Persze ez más területeken is előfordul, de azt is mondhatjuk, hogy sajnos ma már a felvidéken ennek az identitásnak része idézőjelbe az, hogy a leggyorsabb az asszimiláció felvidéken, hogy nagyon-nagyon sok gyereket iratnak szlovák iskolába, és akkor még a Bene dekrétumoknak a különböző generációkra kifejtett hatásáról még nem is beszéltünk. Az első világháború következményei Bácskán, ugye Tar István barátunk azt írta, hogy a Gavriló Princikféle gyilkosság egy államalkotó gyilkosság volt, hiszen a szerbek uralta a Balkán északi határait feljebb tolta, és a bácskai magyarság és szerb fennhatóság alá került, és ezáltal megkonosodott Bácskába is a szervezetlenség, a hiteltelenség, az űrzavar, és mai napig ebben élnek, és akkor még a 90-es évek pusztító és tragikus jugoszláviai polgárháborújáról még nem is beszéltünk, és hát Kárpátalján pedig ennek az identitásnak az elemei azok például, hogy öt országnak is a fennhatósága alatt voltak az elmúlt 100 évben, ugye a monarchia, Csehszlovákia, Magyarország, Szovjetunió és most Ukrajna, és ennek bizony nagyon tragikus következményei voltak, és a 90-es években ők voltak talán a legjobban nélkülöző és legnehezebb helyzetben. Essék szó röviden a nemzeti önazonosságunkról a kortárs magyar irodalomban, és azt hiszem, hogy ez kiemelten fontos téma lesz, mégpedig azért, mert tetten érhető azért a kortárs irodalom változásaiban is,
hogy ki az, aki a nemzettudatot, az önazonosságot, az identitást őrzi, és ki az, aki próbál úgy európaivá válni, legalábbis mesterségesen, hogy annak nincs eleje és nincs vége, de magyarsága semmiképpen sem. Hát igen, azt szoktam mondani, hogy jó lenne, hogyha nem kellene azt mondanom egy parafrázissal, hogy álmomban két magyar voltam és egymással harcoltam. Jó lenne, hogyha egy egységes, kortárs magyar irodalom lenne, ami mindenképpen formailag egységes, de tartalmilag nem. És hogyha csak a posztmodern irodalmat vesszük, ugye, amire jellemző a töredékesség, ugye, a szövegnek az elsődlegessége, és az, hogy a etikai és morális értelemben a közösségnek nincs mondani valója, akkor már tettünk egy distinkciót, és van egy másik fajta irodalom. Azt szoktam mondani, hogy a társadalom iránt felelősséget vállaló irodalom, ami kimondja a nemzet és a magyar kifejezéseket, amelynek van etikai és morális szempontból mondani valója a nemzeti közösség számára, és amely tudja azt, hogy a haza a magasban van, és mindig azt szeretné, hogy egy emelkedő nemzetben a minőség forradalma megvalósuljon, hogy egy érthető, ha nem is kelt Magyarország, de egy élhető szép Magyarország legyen, ahol harmonikus módon alkotnak az emberek, és normális, természetes, eredményes és hatékony életet élnek. Hát én bízom benne, hogy így lesz, éppen ezért érdeklődéssel várom az előadásokat, és kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy természetesen a háromnapos találkozó minden egyes pillanatáról beszámolunk. Lukács Józsefnek köszönöm szépen, köszönöm, hogy megtiszteltél, érdekes lesz ez a három nap minden bizonnyal. Köszönöm szépen a meghívást. Mi pedig folytatjuk a Paletta magazint, 5. alkalommal rendezték meg Marton-vásáron a hétvégén a Magyar Népdalnapját. A népi kultúra kiemelt eseményére, lám itt is előkerül a nemzeti identitásunk, az idén is az ország minden tájára, sőt a visegrádi országokból is érkeztek vendégek. Martonvásáron hisznek a népdal erejében, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy immár 5. alkalommal rendezik meg a Magyar Népdal napját. A térség legnagyobb népzenei fesztiválja mára országos hírű, több generációra is hatni képes családbarát eseményé vált. Ezek az elődök, ezek a nagyszerű elődök meghatározták azt, hogy kijelölték számunkra az utat, és a művészeti oktatás elhivatott pedagógusai, illetve azok a tánc és zenemesterek, akiket Halmos Béla, Sebő Ferenc és Tímár Sándor elindított a 70-es évek vége, 80-as évek elején, és az urbánus világba behozta ezt a falusi kamarazenét, kamara éneklést, amit akkor egy 100-150 évvel ezelőtt a mindennapjainkban éltük meg. Ugye ma már többségében ezt mikroközösségekben vagy színpadon halljuk vissza, de bekerült az urbánus világba és a miénk, és nagyon fontos, hogy éltessük, adjuk tovább generációról generációra, és ilyen elhivatott emberekkel, akik a Kárpát-medencében ezt zászlójukra tűzték, azt gondolom, hogy nincs okunk panaszra, hiszen több százezer emberről beszélünk, akik ennek a közösségnek a tagjai. De itt a mai napon, a Magyar Népdal napján én azt gondolom, hogy nem csak azokat hívjuk be a rendezvényre, hanem országosan, illetve az agglomerációból bárkit, és kívánom, hogy merítkezzenek meg ebben a hangulatban, mert önfeledtség van, kulturális párbeszéd van és értékteremtés, amire azt gondolom, hogy a mai világban nagyon nagy szükségünk van. A szervezők olyan környezetbe hívták az embereket, ahol meg tudják mutatni a népdal sokszínűségét és erejét. A színpadon 500 fiatal mutatta meg, olyan nagy a merítés, hogy fellépőnek és nézőnek egyaránt katartikus élményben lehetett része. Az ünnepeinket magunknak csináljuk, mi találjuk ki őket, és hála azoknak, akik végig gondolták, hogy a magyar népdal méltó arra, hogy egy napon csak erről beszéljünk, csak zenét hallgassunk, csak táncoljunk.
Én most, hogy beléptem ide Martonvásárra a rendezvényre, látom, érzem ezt a fajta hangulatot. És nagy boldogság nekem, hogy az idei évben nem csak magunkra, hanem a környező országokra is figyelünk. Vácott a Visegrádi négyek kulturális vezetőjének záróértekezletén beszélgettünk arról, hogy legyen sokkal több ez a mi összetartozásunk, mint egy négy nyelven aláírt dokumentum. Valóban arról van szó, hogy egymás kultúráját meg kell ismernünk, egymás kultúrájút meg kell szeretnünk, és akkor tudjuk elfogadni, hogy mások respektálják a mi kultúránkat itt Európa közepén, ha mi ezt megtesszük a szomszédainkéval. Szóval üdvözlöm Martonvásárba az idei évben megjelenő V4-ek képviselőjét. Tesseli Zoltán a térség országgyűlési képviselője, elkötelezett híve a magyar kultúra identitásának megőrzését és terjesztését szolgáló programok segítésének. Szokták azt mondani, hogy a hagyományt ápoljuk, de a hagyományt nem ápolni kell, a hagyomány az él. Látjuk itt magunk körül, hogy ezek a hagyományok, ezek bennünk vannak, benne vannak a génjeinkben. Én Martonvásári gyerek vagyok, valamikor itt táncoltam a Százszor Szép Tánc Együttesben. Nekem különösen ezek a gyökereim, de hiszem azt, hogy nem csak nekem, hanem a magyar embereknek, a magyar népzene, a magyar néptánc, az benne van a lelkükbe. Ahogy Kallós Zoltán fogalmaz, hogy addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és táncolunk, ez egészen bizonyosan így van. És ezt nem kell erőltetni. Nézzenek csak körül. Mindenki nagyon boldogan, és a szívéből jövően csinálja ezt. Ez nem egy kényszer, hanem ez öröm. Öröm énekelni, öröm táncolni. És ez a nap, ez az 5. Magyar Népdal napja Martonvásáron, ez az öröm ünnepe. Úgyhogy én azt kívánom, jöjjenek el minél többen, legyünk együtt minél többen, örüljünk egymásnak, a kultúránknak itt Martonvásáron minél többen. A népdal egy tükör, amiben viszont láthatjuk az álmainkat és képzeletünket. A népzene tiszta, mély értékeket közvetít, a fiatalok körében reneszánszát éli, tapasztalhatták meg a népi kultúra elkötelezettjei. Mi nagyon-nagyon örülünk neki, amikor megkapjuk ezeket a csodálatos népdalcsokrokat. Ugye az ének tankönyvekben nagyon sok népdal van, de ezek mindig különleges csokrok, amiket így tanulásra kapunk a Csík zenekartól, Navratil Andreától, és nagyon örömet jelent az nekünk, hogy ezek mind különleges, nagyon-nagyon ízes csokrok. Hát ezeket meg kell tanulnunk a tananyag mellett, jó kedvet varázsolva a gyerekekhez, és akkor kell a szülőknek a segítségét kapnunk, hogy hajnalban fölkeljünk, együtt legyünk, fel tudjunk szállni arra a csodálatos buszra, amit kaptunk, és akkor már itt is vagyunk. A fiatalok számára ma már ismét természetes, hogy népzenébe, népdalba ágyazzák gondolataikat, örömeiket. Őszintén én a népdalhoz mindig úgy álltam hozzá, hogy nagyon szerettem énekelni, és úgy át tudtam élni az egészet, és amikor éneklek, akkor táncolni tudnék rá, mert nagyon élvezetes ezt énekelni. Szerintem visszavezet minket a gyökerekhez, és elképesztő érzés látni, hogy éltek, hogy énekeltek akkor, és ezt minimálisan átélhetjük. És én ezt nagyon szeretem. Nekem azt jelenti, hogy jó a régi időkbe visszatérni, és én nagyon szeretem, hogy énekelhetek régi népdalokat, amiket előttem néhány ember énekelt. És én ezt nagyon élvezem. Azt jelenti a népdal, hogy szerintem ez egy csodálatos dalokból álló népdal, és nagyon szeretem ezeket énekelni. Nagyon szépen szól. Ezen a napon Martonvásáron bebizonyosodott, hogy a magyar népdal a közös zenei anyanyelvünk. Kallós Zoltán örökbecsű gondolata minden pillanatban tetten érhető volt.
Addig maradunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. És végezetül új bemutató a Vörösmarty Színházban, szeptember egyik új premierje, Lány Knutson, közeleg az idő című abszurd komédiája. Egy darab, amiben mindent szabad, de semmit sem érdemes. Mit teszünk, Rebeka? Nem tudom, gondolkodtam. Eleinte rengeteg rist láttam, de nem volt mit rátenni. A Vörösmarty Színház a Kozák András stúdióban mutatja be a kiváló dán drámaíró Lány Knutson abszurd komédiáját. A közeleg az idő című drámában két család történetét ismerhetjük meg, akik légüres térben élnek, akiknek mindent szabad, de semmit sem érdemes. Ez önmagában egy rémálom, hát túl azon, hogy valóságos, ha belegondolunk abban, hogy hogyan is állnak össze pici mozzanatokból ezek a kis élet szeletkék, életrészletek, akkor azt látjuk, hogy önmagukban is abszurdak, önmagukban is hihetetlen szerteágazóak, úgyhogy a színpadon gyakorlatilag ennek a hátterét próbáltuk keresni, hogy mi van akkor, ha mögéje nézünk a puszta valóságnak, és ott egy teljesen más színpadot találtunk, egy bizarr, egy szinte megmagyarázhatatlan, mert magunk számára is néha megfogalmazhatatlan, feldolgozhatatlan valóságot. A darab főhőse Rebeka, akinek 35. születésnapján találkozik a család. Rebekának már nincsenek álmai, vágyai, egy elképzelt világban él, amit minden áron szeretne megmenteni, jobbá tenni. Ez a Lány Knutson, aki írt ezt a darabot, azt hiszem, ő most ilyen 51-nehány éves, és már szerintem ő is az a generáció, mint mi, még hogyha ez olyan élesen nem is követhető a darabban, akik úgy nőttek, ugye a szabadság, az intellektualizmus, teljes szabadsága, meg feminizmus, meg nem tudom én mi, és hogy különböző addigi sztereotípiák, azok ugye omlanak, meg bomlanak, meg megtagadódnak, de közben mégis nagyon erősen működnek. Tehát egy férfi megkérdezi a nőtől, hogy mit eszünk, meg hogy mikor voltunk utoljára, miért nem vagyunk utoljára, vagy nem tudom én mi, és akkor az egész ez így darabokra hullik, és mindenki ilyen nagyon önreflektíven és intellektuálisan akarja az életét értelmezni, miközben a szeretet kivész belőle, és akkor abból mindenféle abszurd és konfliktus és bonyodalom keletkezik, de hát az egésznek igen, ez a konklúziója, hogy tök mindegy, tehát a nagy individualizmusunkkal mehetünk már merre. Ha nincs szeretet, akkor az egész értelmetlen és lényegtelen. A darab egy olyan generációt mutat be, akit kivétel nélkül gyerekes felnőttek, illetve akik felnőttes gyermekek maradtak, akiknek sohasem kellett lázadniuk, mivel soha nem korlátozta őket szabadságukban semmi. Amit én erről gondolok, hogy tudok, az az, hogy így mindennek a valahogy így a szeretet áll a középpontjába, vagy legalábbis én azt helyeztem oda, tehát van egy fontos mondat, hogy mondja Hilbert a Rebekáról, hogy én nagyon szeretem. És hogy igazából az a szörnyű, hogy ez fűti. Ez a legfőbb indíték. És hát ahogy lenni szokott, tehát ez a jó szendék, ugye a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, ez fordul valami pokollá, ahogy ez egymás életét így teszik, azt hiszem, tönkre, de ez egy fontos, amit végül nem Hilbert mond ki, hanem a Rebeka, ő teszi hangsúlyossá. Knutson darabjában fölösleges kronológiát és lineáris dramaturgiát keresnünk, a jelenetekből magunk vagy ismerőseink hétköznapjaira ismerhetünk, persze átitatva az abszurd karikírozó eszközeivel. Egy nagyon picit törekedtünk arra, hogy azért feloldás legyen, lehet, hogy nem egyértelműen érződik benne. Én magam részéről happy end sztorik kedvelője vagyok, és az életemet is igyekszem úgy alakítani. Bízom benne, hogy a darabban is egy picit így fel volt dobva a lehetősége annak, hogy az legyen belőle. Én így álmodom tovább, mindenképpen, mindig minden filmet. Ez az én nagy titkom, hogy ha olyan filmet nézek a tévében is, vagy olvasok könyvet, aminek nem olyan a vége, akkor én átalakítom. A darab szereplői valamennyien csetlőbotló mulatságos figurák, akik léptennyomon abszurd helyzetekbe keverednek, és talán felelőtlenül nevethetnénk is rajtuk, ha nem hasonlítanának annyira ránk. Körbe-körbe járok, főleg én, ezt John Roll mondják is, hogy körbe-körbe jár.
de hát abba bízom, hogy ezek a körök nem mindig önmagukba térnek vissza, hanem egy kicsit talán följebb, és egy másik szintre emelik az embert, hogyha körbe megy mondjuk. Én most ezt így látom. Csak egy magasabb szinten, egy emeltebb szinten az a kör egy kicsit mást jelent. A darab a szeretetéség és az ölni készülő indulat különös keveréke, ahol vonzások vannak, de választások nincsenek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. További szép estét kívánok, viszontlátásra!